Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ma 3:40-kor a következő közleményt adta ki, idézem. Szaniszló Ferenc úr részére. Tisztelt Szaniszló Ferenc! 2013. március 15-e alkalmából Táncsics díjat adományoztam önnek a Magyar Újságírók Közössége felterjesztése alapján. Döntésemmel elsősorban azt a munkát szándékoztam elismerni, melyet külpolitikai újságíróként végzett, amikor az egykori szovjet térségből és a balkáni háborúról tudósított. A döntés meghozatalát követően értesültem azokról az elmúlt években tett kijelentéseiről, melyekkel nem tudok azonosulni, mert szemben állnak az általam és a kormány által képviselt értékekkel. Rossz döntésemet a nyilvánosság előtt is rögtön beláttam. Más eszközöm nem lévén ezúton kérem arra, szíveskedjen visszaadni az önnek általam tévedésből megítélt Táncsics díjat. Bízom bölcs döntésében. Üdvözlettel, Balogh Zoltán. Zárta közleményét az emberi erőforrások minisztere. Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy szerdán este 20:30-kor az Echo Televízió Világpanoráma című műsorának rendkívüli kiadásában Szaniszló Ferenc válaszol a felkérésre.